Szevasz, Kojiro! Hol a Dávid? Szevasz! Így miért? Piszkos a kezed? Én is köhögök egyébként. Akkor most így... Úgyhogy... Menj be a kis kapu, mindjárt egy másodperc. Megesz a kutya! Nem eszel meg? Jönnek mindjárt Dávidék. Nem baj, hogy kiment? Nem baj, hogy kiment? Nem szalad ki az útra. Adhatom fel egy hirdetést, hogy megtalálod egy magas lyukat. Mi, ehhez szaladt? Nem. Ja, ezt csinálja a szokásos kör, a jelölő. Ez az ő terület, de és kívül is. Senkit nem is. Csenge még megvan? Már öreg volt, akkor is, amikor legutoljára. December 20-án. Akkor hosszú, hosszú ideig élt. 19 éves. Az igen. Hát az kutyába, az az elég komoly. Aha. Hát reggeliztem, de most éppen inkább fogyóba vagyok, tehát így nagyon nem. Hát ebédelni fogok, de... Nem is öltöző van korábban? Én a munkás ruhába vagyok. Jó reggelt! Szia! Jó étvágyat! Hát az nagyon jó lesz! A jövő heti munkánk az majdnem biztos. Igen, de leszünk. Megint a Dani is jön. Dani már benn van. Dani már itt van. Hello! Vagyura Pistit láttam a buszon reggel. Igen. Itt a? Nem itt, hát ott Gazdagrépnél. Ezer éve nem láttam, tudod, edzése se nagyon jár. Hát, nem, már amikor észrevettem, akkor már volt közöttünk 50 ember. Ő meg ott leült, azt olvasgatott. Ja, akkor nem szúrt ki téged. Azt nem tudom, sose lehet tudni. Nem, István nem az, aki elnéz mellette, csinál, mint a nem venne észre. Hát, de tudod, már rég, azóta sok minden történt, meg sok műzés. István rendőr. Sokat. Egyszer elvittem Pécsről ölni, bőrészetre. Mondta, hogy ő neki van vadász engedélye, és ő neki elméletileg lehet puskája. A szegény olyan csúnyán fogta a pisztolyt, mondom. De nagyon durva volt. A legelső bőrész, fél automata fegyver, ugye ott hátra megy a szán. És vagy nagyon bírva, mielőtt így kizért, nem olyan fontos, hogy ez úgy egy fénydarab, amit mazog. De úgy fogta volna, hogy és jó, a pisztoly meg a puska, a vadászpuska azért az más a kettő. Figyelj, cuccolj le nyugodtan. Hova tegyem? A Dani az nem itt öltözött, de akkor Tom. Nem. Akkor ezt van viszont. Ide egy bedob. Jó van. Akkor köszönöm, hogy
kipakolom a... Teját az folyamatosan csinálom. Igen, azt akartam is kérni. Vizem az van, vagy azt hoztam ilyen, azt a platipuszos lófasz, de... Hát ha... Hoztam vizet. A fotógépet a vizére. Bonszájra, mert lesz most nektek valami cucc, nem? Március 28. Egy olyan múlva van itt a nulláson pötyere. Akkor jó, akkor. Hogy majd mutatsz egy-kettőt, hogyha belefér az időben. Hát ezek a... Csak föl kell töltsön. Napot kívánok! Hello, szia! Ciao! Igen? Jó. A Daniel megmegyünk. A legelőször jött a Dani hozzá, olyan volt, mint te. Én téged mondjuk nem láttalak rastának, de ő is egy nagy rastának. Igen. Aztán utána megért. Hát figyelj, nekem az már régi sztori. A katonaság miatt vágtam le először, utána meg már... Nem voltam katona, nem, hanem úgy volt, hogy elvisznek. Vagy ez a EU szolgál, vagy ez a civil szolgál? Az nem civil, hanem rádiós. Rádiós lettem volna. Hogy beosztottak ilyen... De akkor megcsináltad a tanfolyamot? Nem, mert főiskolára mentem. Jaj, és akkor az mentesítették. Az jó. De, hát figyelj. Rádiózás az engem mai napig azt mondja, hogy ez tökéletes. Igen. Szervusz, Andi, csak így! Szia! Találkoztunk már csak régebben, igen. Egy pár éve. Andi, megjegyez idejelben. Igen? Megjegyez? Most nem. Most nem. Na látod? Megjegyez idejelben. A dátumot is hol vagy egyik. Arra meg én emlékszem, meg kétszer mondtál. Egyszer az én is volt. Egyszer volt, igen. De másodszor is gyümölcsfák jön. Az a... Genesis-es kocsik voltak. Azt nem tudom, de azt tudom, hogy gyümölcsfa, meg a gurizát, tudom, mert oda pakoltuk a fólia utáni kordonat. Ezzel játszol, ezzel a kis golyócskával? Úgy játszol, hogy nagyon kevesebb. Ott van egy 24, ez egy 36-os, ez egy nehéz. Na, hát figyelj, időnként így elkap a hív, de hát semmi. Ha elkap a hív, az egy picit. Most itt mivel? Hát emelgetsz eleget. Ja. De látom most, ki vagy combosodva rendesen. Hát ilyen vagyok. Azért hasamban egyedül. Van bérés. Ne is mondd, most 80 kiló vagyok. 80 kiló vagyok, de az meg. Az már tényleg komoly. De nem látszik most. De látszik sajnos. Ami a izé, jó, most Adrián már bő egy éve itt múl van Magyarországon, a barátnőm. Eddig Londonban élek. Aha. Akkor ez már komoly? Lemondhatjuk azt? Tavaly jelentőt haza októberben. Már hogy köztetek komoly? Hát hozzám költözött egybe, egyből így is jött haza. Aha. Anyának a 23 méterére minek menjen. Örülök, Dávid, mert... Nem tudom, neked valahogy úgy... Ez nem volt. Ja, nem. Vagy így nem volt, volt ilyen, ilyen együttérés. Hát volt nekem az egy 8,5 év azért volt. Hát csak na jó, de amiről ilyen... Nem. Tudok, olyan nem volt. Na volt egy bolondnő, de hát az szerencsére ez a kocka. Arról tudsz is. Akkor volt az, amikor egyszer-egyszer találkoztunk meg. Meg volt, van az a cimborát, a testvérpár, akinek sorba jött a tragédiája. Aha. Akjuk meghalt a terv cimbora, emlékszel? Aha. Ilyen koncertre mentünk ott a Szent István. Le kellett menni valamilyen pincehelyiségbe, ilyen rácsos lófasz. Igen. Zoli. Aha, de az volt 2015. Aha. Megy az idő. Ami is már is megy az idő nagyon. Követ 10 év. Igen. Nagyon megy az idő. Nagyon megy. És nem az a lényeg, és mondták, hogy a két olyan, mint a sír. Hát én nem érzem annyira. És az a durva, hogy tényleg a fájmat látom. Mi van itt, kacor? Meg, izé?
Ja, hogy nőnek? Nőnek, a, vagy az, tudod alakítani? Az, hogy lassan alakulnak. Nem látok. Wow, opinion. Az első, nem, nincs más. De ezek ilyen használható jó cuccok, mert olyan nagyon könnyű szerkezetes. És könnyű megérezni, bátyám, hol élem. Igen, nekem az elég ratyasz, ahogy én élem. Az egyik az, hogy ez nem kacsor, ez csak bugylibicska. A nagybátyám mindig Kanadából jön és csinál nekem ilyen izéket. Ezt egy vésőből, favésőből csinált ilyen. Olyan, mint valami komoly levélkés. Kombat. Szia! Szia Csabám, bocs. Gyere be, én is mászom ki. Menjünk ki, Levi. Vizuál műhely. Sokan vagyunk a kicsi helyre. Igen. Jaj, de jó van, te jó. Jó, papa. Abszolút. Nem vagy érsegettek? Nem, tényleg muszáj vagyok. Mozogni se tudok, érted? Babgulyás lesz az, jó? Jó. Dali, babgulyás lesz. Kontyos kenyérrel. Nem az Adrián csinálta. Ez valami kínai paprika. Kóreai. Ugyanaz a kenyér. Kettőt. Mi kép halász lehet? Igen, hát volt. Mi az egyiket berakom a négyünk tibet, Csavika. A négyiket megeszem. Nem elég kívül. Ja, hát azzal nem kell a gózni. Mi lesz a meló? Mi? A meló az a... Dávid titkolta idáig. Ott miért titkoltak? Nem tudom, nem kérdeztem tőle. Jön egy kamion ő az olaszoktól, amiről így folyik le a koronavírus így. Nem az kapva, de... Jó, akkor majd rákörögök, és akkor így semlegesedik. És most körögetjük. Már itt is vannak, úgyhogy teljesen mindegy. Már a Széchenyi fürdőben megáztatták a vírusfiltert. És akkor ugye a karácsony bejelent valamelyet, ugye a szélt, ugye a gyógyfürdő, a gyógyvíz az elpusztítja. Karácsony. Ha a gyógyvíz az elpusztítja a vírusokat. Nagyon gombíti. Meg egy virológus. Jó étvágyat, mi az? Tojásos párna? Szalonnás tojásos párna? Albert. Köszönöm szépen. Ez az Amity Island, ez az, ahol a cápa is? Ja, igen. Csak meg. Mi van a festéssel? Tolod? Mert egy képet láttam, hogy raktál föl még egy pár hete. Lajolt egy hármas képen, azt nem fotóztam be. Egy ilyen kis triptihon csináltam. Egy marsbéli táj. Olyan ekkora képen. Húda egyszerű. Fekete csillagos ég, tehát ilyen csillagos ég. Alul a pepita, amit szoktam használni. Csak ennyi. Ez három képen keresztül. Annyi, hogy a harmadik képen egy ufó van, ami így bele van fúrodva az ébe, és így száll föl egy ilyen gőz, és az így végig megy a két képen. És csigák másznak ki az ufó. És van most kérlek, valahol kitéve, közszemlére, vagy most otthon gyűjtöd? A legutoljára a Müszibe volt valami. Hat éve. Hát az régen volt. Hat éve. Azóta a Müszi már nincs is. Valóban átmegyek, nem? Hát ugyanaz a... nem szerintem szét... szétszélettek. Hát a szétpultál direkt. És nem is hát azóta sem semmi, nem? Én nem látom, hogy fejlődés. Ott mentek ütni, mentek a... azért nehéz. Találjam a helyet. Tényleg? Hát elfoglaltam Műszit, azt csináltad a valami nagyon grandiózus és nagyon idős, nagyon... Hogy? Nem tudtam.
Egy startup inkubátor házmanok, nem is kell. Nyolcnak tét üzemmel. Micsoda? Üresen áll? Hihetetlen Winchester parkban. Üresen áll? Dehogy is áll, nem áll. Nem áll. Szeret adnak a lehetőségeknek. Új gólyában voltál már? Elköltözött, az is onnan? Hát azt lebontották, azt az épületet. Vigyázok a vonalaidra. Na, köszi, most tényleg majd evéd. Akkor nem fogok tudni evédelni, ha megeszem a csigát. Ki utálja a vizét, a babgulyást? Akkor jó. Ne nézzetek rám, én szeretem. A babgulyást tegyetlen a kezét. Nem tudom. Az orcira. Hát most valamilyen tetőt, Orci tér környékére, vagy Orci út. Nem a, tehát nem ott lent, ahol a park van, hanem följebb vannak. Az Orci tér, az a Baros utcának a eleje. Az Orci tér. Ott lakott az Imi. Hát nem azon a részen, ők a, ahol a kínai raktárak vannak, arra felé vannak. Na, az jó. Az, nagyjából ott nyomatják. Még én sem voltam. Hát meg valami tetőterasz gyűjtésben vannak, most azt akarják ott rendbe rakni, vagy nem tudom, tehát így valamit nyomul. De a Salti már nincs benne? Hát ő akkor eljött kb. Amikor, tudom én, egy 4 éve. Nem sokkal azután, vagy a körülbelül akkor, amikor így nagyjából abba hagytuk ott. Mi növényeket adtunk nekik? Valami rémlik így. Gólyának. Hirtákat adtam nekik. Hát vicces volt, megjött a sajtja, meg tudom, barátnője volt egy csaja, ilyen utánputóra, amit a bringára lehet szerelni, és akkor ráállatok egy-két fát. Mondom, ez nagyon talán. Ja, hogy nektek nem csak ilyen gyümölcs van, vagy ilyen termős van? Nem tudom, mit adtam, lehet, hogy mit gyümölcsöket is. Nekünk itt. Hát, hogy, vagy hogy mivel foglalkoztak, hogy nem csak így élve? Kilenc veszük a 10-ba. Aha. A maradék 10 a gyümölcs. Hát, mert ugye, nem 10. Ami nem, nálam nem, van, vagy amiket nekem... Azok gyümölcsfák voltak, amiket nekem adtál. Megvannak még, csak ugye nem tudom öntözni, meg keveset vagyok ott. Az alma terem. Kiemelt ágyásokat, azokat nagyjából megcsináltam. Leszedtem az egészet. Nem működött. Elszivárok belőle a víz. Tehát kertészkedtem sokat, aztán a főnököm az mondta, hogy csövezzük be, meg nem tudom, meg izédát, és nekem kisebb gondom is nagyobb annál, mint hogy öntözőrendszer telepítsek, érted? Ezt majd egyszer talán, de addig. Zsidó tojás. Mit? Nincs egy másik nevet? Legyet, legyet, mondja a bulgár, de hát alul faszt az. Mondja a bulgár. Mert ilyet csináltunk, de nem tudok sem, hogy nem is így nem. Persze. És mi ez a bonszájozás? Hát ami most lesz. A bonszáj dzsemet a cimbora csinálja. Mert helyet biztosítjuk. Ő kicsoda? Nem a marcikáék, vagy ez a... Nem, mi a marcika ellentábora vagyunk, a marcika legalábbis ezt hiszik. Ez nem ilyen hülyeség, de ő izével, tillanziákkal, meg inkább ilyen epifita a dolgokkal foglalkozik. Magyarországon az egyik legkomolyabb monszárt kereskedője, kölcsönöve a marcika. Is. De tillanziázik, orvideázik. Meg az egy külön asztalokat hozva, ilyen kertészeti asztalokat. De te ismered a marcikát egyébként? Hát így nem sokat jártam oda. Annyit tudom, hogy sokszor ilyen fél munka kapcsolatban voltunk. Úgyhogy mutat, mi az? Kimcsi. Ez micsoda? A furájának a erjesztett káposztája. És ebből szokott leves lenni, ez a kimcsi leves? Kimcsi leves, vagy olyan. Szóval ilyen üzleti, tehát dolgoztam állatkereskedésben, itt olyan ilyen helyeken, akkor mindig jöttek a növények, tudod, bromélia, tillanzia, ezek a fára kötözős bizbaszok. Na mindegy, és meg van egy ismerősöm, aki bonszájában
muszájozik vele, de akkor nektek ez egy másik. Mi nekünk, ebből nem csinálunk pénzt, nem igazán csinálunk pénzt. Ilyen bemutatós dolog. Tényleg adok. Ha kell kezdjük, Csaba, szóljad. Dani, kezdjük már kapsz, adjunk oda a kis pénzt. Akkor a levinek is adok egy pénzt.